A mai videóban elővettem az egyik leghülyébb ötletemet, ami csak létezik, és több mint 1000. Igen, 1000 lufit fújtunk fel egy egész éjszaka alatt, és aztán amikor Messi hazaér, elfogadja. Meglátjátok, mi lesz a reakciója. Szóval, ha jól legyek, és srácok, én Csongi vagyok a hegyről, aki... persze, felfújja egyből. Ez a mai videóval talál, hogy miért is, szerintem már kitalálhattátok az indexképből, nagyon nehéz dolgotokon. Szóval ugye volt egy olyan videó, ahol megcsináltuk a setupunkat, Messi is, meg én is az enyémet, és valamiért az enyémre többen szavaztatok ugye ott a linken. Ami azért érdekes, mert hogyha megnézitek a videóban a kommenteket, akkor mindenki azt írta, hogy csak jó lett a tiéd is, de hát nem sokat változott, úgyhogy én Messi-re szavazok. Amivel nincsen baj, mert persze szavazatok rá, szerintem is nagyon szép lett az övé, és kicseszi a nap a szemem, de hogy valamiért én nyertem, ami azt jelenti, hogy én kell megprenkeljem Messi. Csak arra gondoltam, hogy most nem egy ilyen hülye kihívást találok ki, amit ő meg kell csinálni, és akkor röhögök rajta, és ha-ha-ha-ha-ha. Mivel alapból meglettünk 600 ezeren, amit nagyon szépen köszönök, és tényleg eszméletlen királyok vagytok. Ugye mit szoktak venni az emberek, hogyha valamit ünnepelnek? Pesgőt, meg rengeteg alkoholt, azt igen. Veszek lufit, mert az úgymond ilyen jelképe a ünneplésnek, meg a magyar mondat helyes Csonginak. Szóval 1000 lufit fogok megvenni a mai nap, és felfújom. De mivel Messi a szüleinél van, mert online súlya van, és ott könnyebben tanul, ezért arra fog visszajönni este, hogy van 1000 lufi a lakásban. Segítségül hívom a barátaimat, mert azért egyedül szerintem 3,5 év lenne felfújni annyit, úgyhogy lássuk. Igen, vannak barátaim. What? Tuskajak kinyomtál, hogy akkor nézzünk valaki más, mondjuk őt. Akkor lehet, hogy még sícserek barátaim. Először is lemossuk az autót, mert egy tiszta autóval minden jobb. Őszintén azért remélem, hogy sokan nem lesznek a mosóban, mert az elég ciki lenne, hogyha én ott kamerázok, meg minden is így. Hát igen, ilyen az, amikor Csongi azt mondja, hogy eljövök autót most, mert úgyse lesz senki, aztán tele van, de jó? Ha valaki most azt kérdezi, hogy Csongi, te hülye vagy, az előbb elindultál lufi, most miért vagy itthon és miért vagy este? Sajnos nem vagyok hülye, vagyis nem az sajnos, hogy nem vagyok. Mi van? A lényeg az, hogy történt velem valami, ami nem annyira vicces és nem annyira jó dolog. Baleseteztem az autóval, amit nem tudok, hogy igazából majd videóban bemutassak-e nektek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá. Hogyha igen, akkor írjatok el a komment szekcióba, hogy szeretnétek ilyen videót, és akkor majd elmesélem elejétől végig az egészet. Ja, és persze iratkozz fel, mert akkor nem maradsz le. Na, de viccet félretéve, még jó, hogy ez nem volt vicc, szóval most 2 nappal később van, meg egy autóval kevesebben. Viszont Messi a szüleinél van, szóval arra gondoltam, hogy én meg szeretném csinálni ezt a pranket ettől függetlenül, szóval nem hagyom azt, hogy elrontsa a kedvemet és ne csináljak videót nektek. Valamivel le kell kössem az időmet, mert így, hogy nem tudok vezetni meg semmi, megőrülök. Van nálam buszjegy, úgyhogy mint egy normális ember el fogok buszozni és megvenni az 1000 darab lufit. Azt nem tudom, hogy fogom hazahozni, mert valószínűleg sok lesz, de majd kiderül. Ott megy el a buszom. Imádom, el is felejtettem, hogy meg kell nézni, mikor megy. És ami még jobb, hogy amúgy 4 óránként jár a busz, szóval igazából ezt megnézhettem volna előre, mert most itt fogok állni. Nosztalgia, rég amúgy is mindig buszoztam Pesten, mert nem volt autóm, úgyhogy nem mondom, hogy megérte összetörni az autót, főleg, hogy nem az én hibám volt, de legalább buszozunk. Elnéztem a leszállót, és most sétáltok 15 percet. Szóval is sokkal izgalmasabb az életem, mint autóból, ezért nem kell autó. És kacok, az 50 darabos lufiból csak 15 van, szóval ez csak 750 darab, úgyhogy most nézhetek, mert valahogy az 1000 meg kell legyen. De amúgy ez is borzasztó drága, én azt tudom, hogy fogom kivinni, hülyének néznek az emberek, hogy ennyit veszek. Na képzeljétek, full boldog vagyok, mert pont 7 előtt, az árás előtt 5 perccel kijöttem. Hát, hogy mennyit fizettem, az nagyon sok, de most nem az a fontos, mert majd Messi ugye holnap, amikor reggel jön haza, akkor arra fog jönni, hogy 1000 lufi lesz felfújva. De kérdezhetitek, hogy azaz, nyomjad neki, hát a meghalsz. Szóval kérdezhetitek, hogy Csongi, hogy fogsz 1000 darabot felfújni? Sehogy, vagyis hát egy éjszak alatt biztos nem, úgyhogy 3 haveromat hívtam segítségül, hogy segítsenek nekem. És ami még szerencsésebb, hogy nem kell megvárjam a busz, mert hogy felvesznek majd autóval, bár lehet, hogy többet várok az autóra, mint a buszban, de mindegy. Nézzétek ide! Ezt nem tudom, hogy magyarázom meg, de egy ekkora osamba nem volt 1000 darab nagyobb lufi, tehát ilyen 28 cent, és úgy döntöttem, hogy nem veszem meg az egészet, egy darabot meghagytam, hogy esetleg valakinek szünnapja van, nehogy Csongi megvegye elő a lufikat. Szomorú, amúgy Csongi megveszi a lufikat más szünnapja elő, és nem tudom, mennyire látszik, pont most kezdett el esni az eső, úgyhogy nagyon örülök. Na mindegy, mindjárt jön a haverom, legalábbis nagyon remélem, mert megfagy. Lényeg a számít, nem a fontos. Itt vagyok Dáviddal, ő neki köszönhetem azt, hogy nem vártam 20 percet a buszra, csak 25 percet rá. Nagyon szívesen, sziasztok! Meg Adrián, akit már ismertek videóból. Ella! Há! Szóval van nálunk 1000, most pontosabban 1100 darab lufi, amit fel fogunk fújni ma éjjel, úgyhogy hosszú esténk lesz. Van ilyen kis... ilyen... 2 darab ilyen fújókánk van, és ugye 3-an vagyunk, szóval a matek nem jön ki. Úgyhogy arra gondolt Csongi, hogy 10 percünk lesz arra, mind a 3-an annyi lufit fújunk fel, ahányat tudunk, és aki a legkevesebbet fújja, az fogja továbbra is szájjal fújni. Ebben nincs logika, már aki a leglassabb, az fog utána a leglassabban haladni, de várjál, a felfújást meg is kell kötni. Ja, de hülyát nem kötöd meg akkor. Fújjatod egy darabig. 2, 1, ment. De nem várj, nem röhög, ez nem adta ki. Engedd már! Nem tudok kötni. Dír! Megvan az első? Nekem is. Help me! Azt mondják, jól haladunk. Azt mondják, hogy felnőtt férfiak vagyunk. Ja? Én sem tudom. Egyben. 2. Az a lényeg, hogy mind a 2 ujjat használd már, mint hogy... Ja, igen. Fújás. Hú, zseni. 3. Nekem sem. 2. Hogy értél utol? Hopp, 4. Mi a f***? Te amúgy előző életed a lufikat fújtál, vagy mi van? Ez nem jó! Selejtes az egyik lufi! Ne, 5. Hopp, 7. Mi a? Adjak még egy tasakat a biztonság kedvéért? Én is 2 faszom! Azt mondják, hogy felnőtt férfiak vagyunk. A 2 között berak. Fél perc! Mármint, hogy 5 perc. Te tuti előző életedben parti programnál dolgoztál. Nem, hát... Most is. Amúgy fixen már készül. Felnőtt férfiak vagyunk. Így egy kiség volt, ha valami fog. Igazából szerintem, ha te most 5 percig nem csinálnál semmit, akkor is nyernél. Ugye lefordul. Most elképzeltem, hogy belefordul. Tele van lufival a lakás. Most gondolod, de 1000 ilyen. 50-ig? Az 50-ig. 9 perc 30. Utolsó lufikat túljuk. Nem vagy a legnagyobb veszély. 10 másodperc. 10, 9, 8, 7. Megengedem meg. 6, 5, 4. Na, számolom. 1, 2, 19, az azt jelenti, hogy ha de annyi van, 10, ja nem, egy elrepült, akkor 20, akkor 30 hát fújta fel. Hát nézd meg, itt mennyi van. 22, akkor éltem az elsőt. 15, na, 15, utolsókból 15, lesznek az elsőt. De neki megvan az 50 kb. Ahogy fújtam volna föl, csak 13, ez azért 50. Ennyire még én volt 37. Na, ezt hívják úgy, hogy vesztettél. Hát ez szó. De amúgy 72 lufit fújtunk fel, 10 perc alatt, úgyhogy majd kiszakadt a tüdőnk, és figyeltek ide. Így néz ki a... azaz, jó, rúgjál bele. Tele vagyunk lufival, és ez még csak 70. Nekünk meg 1000 van. Hát Dávid meg... szóval. Egész este ezt fogjuk csinálni, most 9 óra van, ők 5-re mennek dolgozni, reméljük, hogy befejezzük. Ja, te nem? Hát, ja, csak nem ész? Csak Adrián. Akkor marad még egy csapattársam reggelig, ameddig Messi megjön. Ja. Mi ez a robot hang? Még egyszer. Sziasztok, én Magor vagyok, ebben mindenhova Minecraft-tól megtaláltam a tesóm elrejtett bázisát. Eskü jó amúgy! Na Magor, nem tudom, látod, de majd visszajövök, lufit fújunk, mert vettem 1000 darab lufit Mesinek, hogy majd holnap meglepődjön. 70-nél tartunk, és tele van a lakás, és fél órája csináljuk, szóval nem tudom, mikor fogunk végezni, de... De még hívlak, jó? Itt vagyunk, nem tudom, láttok-e minket? Hello! Adjad már rég, nem? Dávidot még egy kicsit. Szinte az egész lakás tele van, de még most járunk nagyjából a felénél sem. Á, még ott sem. Még van vagy kb. 70 az 500-ig. Az meg a felé. Jaaaaaaah! Itt keresem ott találom. Adjad eltűnt a izébe. Szép volt. Szóval igen, ki akarunk menni vécére, de nem tudunk, mert gyakorlatilag nincs hely, és ezt nem tudom, hogy fogjuk csinálni majd. Tali egy, nem tudom, órával később. Csá! Egy óra van, azóta fújjuk a lufikat. Jelenleg úgy néz ki, hogy itt már alig tudunk járni, a konyha részén pedig gyakorlatilag szerintem ennél magasabb már nem lehet már átjönni ide. Úgyhogy már majdnem egyenes a szint, és ugye van ilyenből is 400, de felfújtunk már 100 kicsi lufit, és rájöttünk arra, hogy ez a kicsi lufi ez ekkora, tehát hogy mutassam, ekkora, és hogyha ide esik, akkor ugye úgy elkeveredik a nagyobb között. Szóval nagyon akarom, akkor látjátok, itt alul van egy csomó, a kisebbeket elnyomják a nagyobbak. Ez a súlyi törvény. Azt írja rajta, hogy most olvasom, figyeltek, hogy standard S. Azt írja rajta, hogy standard. Szóval a következő remek ötletem támad, Dáviddal holnap már megint eltaxizhatom magam, veszünk még 300-at, és akkor még felfújunk a kicsikből is 200-at, és akkor összesen lesz 900 nagy és 200 kicsi, szóval összesen 1100 bufi reggelre. Szóval nem tudom, meddig fog felérni, az biztos, hogy a pultot már nem fogjuk látni, meg egymásra. De jó, és ki fújta fel ezt, hallom? Ez nagyon kemény, nem? Ez biztos, hogy nem szájjal fújták fel. Afkulnak. 3-4-6, ez mit jelent? Próbálom kivergődni a lakásból, mert 3 óra múlva jön Messi, de amúgy a kicsik egyáltalán nem látszanak, csak amikor így lépkedsz, rálépsz, mert amúgy itt vannak, látjátok, ott vannak. A konyha részről meg tényleg nem is akarok beszélni, mert ott tényleg pult szintig van, tehát az full. Jön fel a nap, ott látjátok, vagyis még nem. Most már biztos meg lesz az 1000, több is lesz, és megint fújhatunk, de viszont már csak 2 óránk van, szóval nagyon kell siessünk. Na, aludtunk másfél órát körülbelül. Az a legjobb egyébként, hogyha megmozdultok, akkor figyeljétek, ez nem tudom, hallatszik-e kamerán. Mint hogyha ilyen tengerzápor lenne, vagy nem tudom mi az, hogy tengerzápor, de olyan hangja van. Na, úgyhogy vigyálljon Vesi, kíváncsi vagyok, mit szól. Én már most elegem van, mármint, hogy őszintén annyira utálom, hogy nem lehet mozogni a lakásba, hogy én mondom azt, hogy ez egy borzasztó ötlet volt, szóval nem tudom, mi a faszét csinálni. Halló? Itt vagyok. Hol? Hát most megyek rá a lépcsőn. Ja, aha, jó, csak nem tudok kimenni ebből a szarból! Nem tudok kimenni. Beleüljek a közepébe? Ülj bele a közepébe. De várjál, úgyhogy ne látszódjon. Jó, várj. Mint te elmentél volna. Vettem pár lufit neked. Jézus Isten. Mi van? Mire számítottál, mire? Mondtam, hát nem. Fiús buli. Hát itt voltunk 3-an, egész éjjel nem aludtunk semmit, itt az eredmény. Vettünk neked 1000 darab bufit, vagyis hát 900 nagyot, meg 200 kicsit végül. Szia Dávid! Hello! Jaj, még nem láthatok. Megvan az összes. Azt hittem amúgy jobban kiakadt. Azért mosolyogsz. Szereted a bufit? Szép, megműszik. Ugye? Csak most felbasz, hogy nem tudom, mit fog csinálni. Mi már igazából megtanultunk közlekedni benne, külön kultúrája van. Vigyázz amúgy, mert pukkannak is, hogyha nagyon durán mész. Olyan, csak a kicsik vannak. Nem létezik a lakás. Boldog szülinapot. Igaz, hogy nincs szülinapod, de most már lehetne. Igazából mindenkinek befoltoljuk a szülinapját, aki most nézi ezt a videót. Nem pukkant ki egy se. Az hogy lehet? Viszont a hátomat nagyon megértettem. Azt jelenti, hogy a lakásunk kiadom, mindenki élt ide, ugróház, játszóház, minden. Na most vagyok, beteg szép és lány vagy, melopik. Igen. Igen, mi is hívoltak vele, hogy... Gondolok, egy pohár vízért konkrétan meg kell szenvednem. Ösvényt kell csinálni, és mind a hóba, ilyen lábújhegyen menni. Körülbelül 5 perc kimenni onnan a WC-re. Hát, ja. Tényleg írjátok le a komment szekcióba, és szerintetek mit lehet csinálni ennyi lufival. Nem hiszem, hogy bárkinek volt dolga egy lufival. Meg nem is tudom, amúgy mi volt az ötletünk ezen kívül. Hát idáig volt a terv. Hát, én most gondolkodom, elkitesszük az elkére, de én kicsázik, hogy nem teszem. Van szél. Megmutatom nektek, hogy milyen érzés 1000 lufi alá merülni. Bazzeg, ez amúgy kemény. Húha! És kacok, rám ne lépjetek, léci! Itt a kamera is látják, hogy nem lát. Kacok, ez itt az új élőhelyem. Csongi vagyok, táplálkozásom gumi. Inni nem iszok. És itt fog meghalni. Amúgy nagyon durva felnézek, és nem látok tényleg semmit. Tehát ilyen full sötét van szinte. Szerintem ide is húgyózhatnék, úgyse látná senki. Most a szülinapot mesélj. Már, hogy fel vagy töltődve. Úgyhogy kacok, remélem tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel, én nem tudok megmozdulni, hogyha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor bejön egy lufi a képbe. Szóval akkor egy jó nagy lájkot is nyomjatok, mert nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Ezt a videót rengeteg energia volt megcsinálni, de szerintem nem kell mondani, mert látszik, hogy nem fél nap alatt csináltuk. Illetve, hogyha szerettek hasonló videókat, esetleg, hát most nem lufisat, de valami másod, bármilyet, akkor nyugodtan írjatok el a komment szekcióba, és lesznek még ilyen érdekes videók. Találkozok következő kollégium világrész napotok, és akkor a videóban az, hogy na, halihó!